Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hagyományőrző egyesület minden évben megemlékezik a Komáromi Vár megadásának eseményéről, illetve azokról a hősökről, akik Komárom várában tették le utoljára a fegyvert. Neivért János a szabadságharc egy kiemelkedő alakja. Sírját szeptember 27-én koszorúzták meg a komáromi temetőben. Kecskés Laci bácsi, Neivért János úgy emlékezett meg, hogy egy szabad csapat parancsnoka volt. Azóta egyéb kutatásokból megállapítottuk, hogy nem, szabad csapat Komárom környékén nem ténykedett, viszont az ő hőstette abból állt, hogy nehéz munka után akkor munkából hazamenet betértek a hidi kocsmába, és hát ott ugye télvíz idején a osztrák időrségben mulatta az időt, és hát jó, leitatták őket, aztán elvették a dolgaikat, aztán úgy télvíz idejében elzavarták őket, őnek is menni kellett. Bővebben Jókai ír a könyvébe, ahol azt taglalja, amikor elvitték a hat parancsot, utasítást Debrecenbe, mert akkor már ott volt a kormány. Tehát Jókainak tudjuk, hogy nagy mesemondó volt. Ezt a történetet a Kecskemét és a Tisza közé helyezte ki. Nagyon sok ideig tartott, amíg főkutattuk a hozzátartozókat. Az első megemlékezésünkön nagyon sokan részt vettek. Körülbelül majdnem 700 hozzátartozó, vagy közvetlen leszármazott ér. Neivértekből, mivel 10 testvér volt, nagyon sokan nyugszanak a Szőnyi temetőbe, ebbe a temetőbe is. A megemlékezésen Neivért János leszármazottai mellett a dabasi tüzérek és dr. Molnár Attila polgármester is jelen volt. A megjelentek néma főhajtással tisztelektek a 48-as komáromi hős sírjánál.